Köszöntöm a köztér nézőit. 80 éves múltra tekint vissza Székesfehérváron a köfém. A mai stúdióbeszélgetésünk apropója a jubileumi év. Vendégeim a stúdióban Darázs Attila, a keréktermékgyár termelési vezetője, és Szabó Ferenc, vezérigazgató helyettes ügyvezető és a központi szolgáltatás vezetője. Köszöntöm önöket itt a stúdióban. Mi is köszöntjük a nézőket. Kedves nézőket is és önt is. Ugye mondtam, hogy a jubileum év az apropója ennek a beszélgetésnek. Egy kicsit másként nézzük meg a céget, mint például a múlt héten. Akkor egy kicsit más részét ismerhettük meg a cégnek, a múltnak. Hát már az eleje is egy kicsit rendhagyó, hiszen kiindulhatunk egy egészen érdekes dologból, de hogy mi is ez, azt megtudhatjuk a Darázs Attilától. Mit is jelent, mit is rejt magában a Legenda vonaton cím? Hát ez egy... Talán az egész székesfehérvári ipart tekintve egy egyedülálló történetet takar, ugyanis 1963-ban jelent meg a Legenda a vonaton című magyar film, óriási magyar filmóriásokkal, Sinkovics Imre, Sztankai István, Szirtes Ádám, Garas Dezső, Pécsi Ildikó, Koncz Gábor szereplésével, és azt lehet tudni, hogy ez a film, ez bizony Székesfehérvár ott, a könnyű fémműben a bizonyos jelenetei itt lettek forgatva. Egy viszonylag hosszú jelenetről beszélünk, ahol nagyon-nagyon szépen végigkövethető az az eseménysorozat, amikor az első ugrásszerű növekedés történt a köfém életében, 50-es évek vége, 60-as évek eleje, és mindaz a jelenlegi Öntöde gyáregységnek az épülete, annak a növekedése, épülése, valamint a jelenlegi keréktermék gyárnak az épülete, annak az építése nyomon követhető a filmen. Nyilvánvalóan nem dokumentumszerűen, hanem egy ilyen nagyon-nagyon érdekes és helyenként vicces jelenetekkel tarkított filmben, ugyanis 1941-ben alapították a köfémet, de 1955-ben került vissza magyar kézre, és ezután indult ez a robbanásszerű fejlődés, amelynek a második fázisáról már inkább Ferenc tudna többet mesélni nekünk szerintem. Igen, mert ugye tényleg egy ugrásszerű fejlődésnek indult neki a cég a 90-es években. Így van, tehát 93-ban privatizálta meg a székesfehérvári könnyűfémműt, a Hungaloo ZRT-nek bizonyos részeit az amerikai központú Alcoa, és a 95-ig ez a bizonyos 49-es épület, ahol a mai keréktermék gyár van, az a Hungaloo ZRT-nek egy présmű üzletága volt, és az a döntés született, hogy ebbe a csarnokba egy barna mezős beruházáson keresztül lesz elhelyezve az új 49-es K1 keréktermék 1-es gyár. Akkor még csak keréktermékgyárnak hívtuk, mert nem gondoltuk, hogy lesz K2, K3. Én akkor jöttem ide a céghez erre a projektre, és egy teljesen más típusú projektmenedzsmenttel ismerkedtem meg, egy amerikai típusú projektmenedzsmenttel, és hát nagyon-nagyon megelőzte a korát abban az időszakban Székesfehérváron az Alcoa, csak az azbeszt mentesítési projektre gondolok. Leszettünk 95-től 50 ezer négyzetméter azbeszt szigetelést a csarnokokról, ez mai áron olyan 3-3,5 milliárd forint, és direkt utána néztem, hogy a magyar rendelet, amelyik megtiltja az azbeszt használatát, az 2005-ben jelent meg. Tehát 10 évvel ezelőtte, mielőtt még, tehát 10 évig még használták az azbesztet az építőiparban, mi már 95-ben elkezdtük leszedni. Nagyon bonyolult volt az a projekt. Illetve amikor idejött az új befektető, azóta 100 ezer négyzetméternyi csarnokot modernizáltunk a telephelyen, tehát nagyon fontos a telephelyről beszélni, mert azóta voltak átalakulások. És a környezetvédelmi tudatosság is nagyon előtérbe került, tehát környezetvédelmi monitoring rendszerünk van, először volt az országban környezetvédelmi monitoring rendszerünk. Egyike elsők voltunk, akiknek online energia monitoring rendszerünk volt. Én emlékszem, 2002-ben a mobiltelefonon meg tudtam nézni, hogy mennyit fogyaszt a gyár. Tehát azért ilyesmi akkoriban nem sok vállalatnál állt rendelkezésre. Ami döbbenetes szám, hogy 70%-kal csökkentettük a vízfelhasználást,
80%-kal a veszélyes hulladék keletkezést, az olyan szinten lecsökkent, hogy a gyárnak volt egy veszélyes hulladék égetője, amit 2006-ban le kellett bontanunk, mert annyira lecsökkent a veszélyes hulladéknak a mértéke, hogy nem volt utána már gazdaságilag üzemeltethető ez az egység. Igen, és kaptam azért önöktől egy kis előzetes tájékoztatót, és abban úgy láttam, hogy azon, hogy 2030-ra pedig már a nulla a cél, 2030-ra a nulla lerakott hulladék, összhulladék a cél. Ez azt jelenti, de jelenleg is több mint 90%-a az innen kikerülő hulladéknak újra felhasznosításra kerül az ipar más területein. Ugye a 90-es évekről beszélünk, amikor ugrásszerűen elkezdett fejlődni a cég, a Köfém, és ha 90-es éveknél tartunk, akkor úgy tudom, hogy a 96-os olimpiához kapcsolódóan van egy szuper kis történet. Így van. Alapvetően onnan közelíteném meg ezt a 96-os eseményt, hogy egy óriási szenioritás van a vállalatnál, ami annak köszönhető, ahogy a Ferenc itt említette, hogy ami a biztonságtechnika és a környezetvédelmet illeti újszerű megközelítéseket hozott be ez a vállalat. Ez bizony a dolgozók kiválasztásánál is jelen volt, és egy mindig többet akaró, nagyon lelkes, ám de egymást a szabadidőben ugrató csapat is jött össze. Emiatt van az egyébként, hogy ha a keréktermék 25 éves időszakát nézzük, 167 olyan dolgozónk van, aki több mint 20 éve velünk van, tehát azt lehet mondani, hogy az első 2-3 évben, akiket felvettünk, ők a mai napig is velünk vannak. És hát 96, ekkor alapult a keréktermék, ekkor kezdődtek a géptelepítések, és az első csapat, egy 11 fős csapat, bizony-bizony elindult az Egyesült Államokba, pontosan az atlantai olimpia idején. És egy ilyen ugratásról szól ez a történet igazából, mert ugye fiatal magyar emberek elindulnak a nagyvilágnak, és nem tudják, hogy mi vár rájuk, ráadásul egy óriási kaotikus kavalkád az olimpia miatt minden repülőtéren, és az egyik kollégánk, ő elvesztette a bőröngyét, a több százezer, talán millió bőrönt közül is megragadott egyet, mert hát valamit hozni kell magával, és emiatt kikéstük a járatot, ott egyéb kalamajkába keveredtünk, és valakinek a csapatból jött ez az ötlet, hogy ebben a kalamajkában legyen már egy új beceneve ennek a kollégának, és ugye a magas szőke férfi felemás cipőben mindig bajba kerül, így lett ennek a kollégának Pierre Richard a beceneve. A Bandi bácsi, akinek ez a beceneve, ő ledolgozott 25 sikeres évet nálunk, és most már nyugdíjban termelgeti a borát, úgyhogy ezúton is üdvözöljük Bandi bácsit. Ugye ez egy ilyen, tényleg egy kis szuper kis történet, hogy itt azért színes egyéniségek dolgoznak, és ha jól tudom, akkor azért tehetségekben nincsen hiány a cégen belül. Nincs. Tehát a központi szolgáltatásnál 150 dolgozóból 53 olyan dolgozó van, aki több mint 20 éve dolgozik a cégnél. Ami még jelentőségteljes, hogy 4 olyan kollégánk van, aki 40 évnél tovább, vagy több mint 40 éve itt dolgozik, illetve van 3 olyan kollega, akik 1985-ben egy napon léptek be a céghez úgy, hogy előtte egy középiskolába jártak, és a Köfénbe jártak termelési gyakorlatra, és azóta 35 éve ugyanabban a csarnokban, ugyanazt a targonca karbantartási tevékenységet folytatják. Én úgy tudom, hogy majd ők is meghívásra kerülnek ebbe a műsorba, hogy az ő szemszögükből megnézzük, hogy 85-től 2021-ig milyen technológiai és munkakörülménybeli változások történtek ennél a cégnél. Illetve volt egy nagyon erős gyakornoki programunk, egy ilyen Young Professional programnak hívta ezt az Alcoa. 2000-től 2004-ig minden évben felvettünk 6-8 fiatal mérnököt egyetemekről, akiket azonnal nemzetközi projektekbe vontunk be. Mégpedig azért, mert egy olyan kombináció jött létre a cégnél, hogy voltak 35-40 évvel
tapasztalattal rendelkező mérnökök, akik nem beszélték a nyelvet, a fiatalok pedig jól beszéltek angolul, ebből egy nagyon jó kombó alakult ki, és egy ilyen csapat alakult ki, amelyik 2006-tól 2012-ig a három földrészt járt végig, és 13 országot, és bevezettünk egy energiagazdálkodási és egy energiahatékonysági rendszert Brazíliától Spanyolországig, Németországon keresztül, ahol ezek a kombók, kombinációk, ezek ilyen elismert szakemberekké váltak. Kettő elnöki díjat kaptunk két különböző Alko elnöktől ezekre a projektekre, illetve a keréktermék előmelegítő és öregbítő kemence projektje pedig az év projekte díjat is megnyerte, az volt a harmadik elnöki díjunk, amit megszereztünk. Még ezeket az elnöki díjakat azért még meg fogom kérdezni, de hogy amellett sem mehetek el, hogy önök mióta dolgoznak a köfémnél? Hát én a keréktermékben dolgozom, 96 óta, és egyszerre az említett Bandi bácsival egyszerre hatan léptünk be a vállalathoz, és én voltam a legfiatalabb abból a sorból, és így én a 11. munkavállalója lehettem a vállalatnak, tehát 25 éve dolgozom a köfém és azon belül a keréktermékben. Én nyertem 26, tehát én 1995. augusztus 25-én léptem be, és hát Tóthné Julika vett fel a vállalathoz, aki azóta is a kolléganőm, és mindennapi kapcsolatban vagyok, mindennapi munka kapcsolatban vagyok vele. Nagyon tisztelem, de emlékszem az első napra, tehát abban az időszakban olyan 30 és 50 között volt az expatrióták, tehát a külföldi munkavállalóknak a száma, ami jelen pillanatban a Homet Köfém Kft-nél, ha jól tudom, talán a kereskedőkön kívül nulla. És egy ilyen bábeli zűrzavar, tehát német, holland, amerikai, brazil, svájci, tehát ilyen kollégáink voltak, élveztem azt az időszakot, és sokat tanultam akkor. Ugye ez már azért 25-26 év, tehát ez azért nagyon nagy idő, azt gondolom, egy cégnél, tehát hogy ez idő alatt nem váltottak egyszer sem, és nem tudom, hogy gondolkodtak-e rajta, de hogy miért döntöttek mindig a cég mellett, hogy maradnak? Ez végtelenül egyszerű. Ugye itt a önmagában senki nem szereti hosszú távon ugyanazokat a dolgokat csinálni, de ahogy említettem az elején, ennek a vállalatnak az újszerű kiválasztási rendszere generálta azt, hogy iszonyatosan erősen felkarolta a tehetségeket. A jelenlegi vezetői csoportból a keréktermékem belül 30% olyan kolléga, aki CNC-s gépkezelőként kezdte a vállalatnál, elvégzett egy egyetemet, mérnöki feladatokat kapott, majd amikor a vezetői képességei is azon a szinten voltak, vezetői feladatot kaptak. A vezetők között gyakorlatilag elenyésző a 30%-nyi kívülről jövő vezető kollégánk van, saját tehetség utánpótlásból nevelődnek ki az emberek, és ez a hatalmas szám, 167 ember 20 év felett, egyik sincs már az eredeti munkapozíciójában, mert olyan tehetséges, többre vágyó, többet akaró emberekről beszélünk, akik vagy szakmai expertként, vagy pedig vezetői vonalon elindultak egy magasabb pozíció irányába, és ezáltal többet és többet teremtve a vállalatnak. Ez is adja egyébként az erejét a vállalatnak, és tulajdonképpen ezt én azt gondolom, hogy amennyire ez igaz a 25 éves keréktermékre, ugyanannyira igaz ez a 80 éves köfémre, tehát ez egy ilyen szempontból egy tehetségforrás, egy tehetségsziget ez a kampusz a városon belül. Annyit még talán megengedsz, említetted a 85 éve belépett kollégákat. Van 85-ben. 85-ben, elnézést. Van három olyan kollégánk,
akinek az édesapa már közel a nyugdíjhoz, a vállalatnál dolgozik, akár 25-nél több éve, és van, akinek már a fia, ekközül a három kolléga közül, a fia is már több mint 10 éve velünk dolgozik, és egyikük sem azonos pozícióban, mindegyik a karrierjében tudott előrelépni. Tehát több generáció, vannak olyan családok, akik több generáció óta megtisztelnek minket azzal, hogy együtt dolgoznak velünk, és közösen tudunk értéket teremteni. És ez a tehetség, ahogy Ferenc említette, ez megjelenik most már nem csak lokálisan Székesfehérvárott, nem csak Magyarországon, hanem ha azt nézzük, 228 kollégánk a 25 év alatt a több mint 20 lokációban, 14 országban, 4 kontinensen vett részt különböző szakmai konferenciákon, ahol nem elsősorban az utóbbi években már nem elsősorban a magyarok járnak tanulni, hanem a magyarok járnak az itteni legjobb gyakorlatokat megosztani más lokációkkal, hogy ezeket a legjobb gyakorlatokat bevezetve a vállalat a hatékonyságát és az érték generálását tudja javítani. Tehát óriási szürke állomány, hatalmas szenioritás, hatalmas szakmai tudás halmozódott fel itt ennél a vállalatnál az elmúlt 80 évben, 25 évben, és ez a karrierútvonalon az adott kollégáknál bizony-bizony meg is látszik. Úgyhogy biztos, hogy emiatt is döntött, mondjuk ön is biztosan, amellett, hogy akkor marad ennél. Van egy, lefordítva magyarul kicsit furcsán hangzik, ez az utódlási mátrix van a cégnél, ahol minden kulcspozícióban lévő embernek megvan az, hogy ki fogja majd követni a székében, és az én személyes karrieremben nekem nagyon meghatározó és erős mentoraim voltak a dr. Nagy Ferenc, a Már Gyula, a dr. Forgó Béla, akikre fel is lehetett nézni, amellett, hogy az ő vákumukba azért előre lehetett jutni. És visszatérve, az apa-fia nálunk is van, apa-fia kettő is, illetve van férj-feleség, tehát akik évtizedek óta ennél a cégnél tevékenykednek és dolgoznak és megbecsülve vannak. Ugye itt mondtuk, hogy a tehetségek, meg hogy mennyire fontos, hogy ugye fejlődik ez a cég és a tudás, meg a tudás átadás. Ugye mondta ezeket az elnöki díjakat. Lehet-e tudni, hogy milyen projektek voltak azok, amiért elnöki díjban részesültek, vagy részesült a cég? Energiahatékonysági projektek voltak. Akkoriban alapvetően ezt a Attila pedzegette itt, hogy alapvetően az alumínium gyártásnak, de leginkább a bányászatnak, a tinföldgyártásnak és a kohászatnak van egy rossz árnyéka, hogy hát a fenntarthatóság szempontjából ez eléggé környezetszennyező, és nagyon sok pénzt áldozott globálisan az Alcoa 2000-es évek elejétől, most már ugye aztán Arconic meg Homet, arra, hogy nagy mértékben csökkentse ezt a rossz hírt, ezt úgy tudtuk megcsinálni, vagy elérni, hogy nagyon nagy mértékben csökkentettük a termékben lévő villamosenergia, gáz, víz és egyéb energiahordozóknak a hányadát. Nagyjából ezekért a projektekért kaptuk. Ezek a projektek úgy alakultak ki, hogy 2006-ban itt volt a globális energia konferenciája az Alcoának, akkor Alcoának hívták, a klubházban. Ezt még hozzá szeretném tenni, hogy nagyon szerencsések vagyunk ilyen szempontból, mert nekünk nem kell szállodákba menni és termeket bérelni, hanem ott van a klubház, ahol nagyon nagy szintű konferenciákat és megbeszéléseket tudunk tartani. És ott a felmérésen kiderült, hogy az energiahatékonysági számokból globális szinten a székesfehérvári gyár az egyik legjobb. És az akkori energetikai elnök azt mondta, hogy kéne alakítani egy csapatot, aki végig rócsózza az összes európai és dél-amerikai, észak-amerikai gyárat, és megnézi, hogy hogyan lehet a fehérvári szintre fölhozni azokat a gyárakat. Nagyjából ezekért kaptuk, és ott alakultak ki ezek a kombinációk a fiatal angolul beszélő és az idősebb tapasztalt mérnökök között. Ha egy kiegészítést ehhez hozzátehetek, nagyon fontosnak érzem megjegyezni, hogy kaptunk díjakat
szám szerint 2-t vagy 3-at közösségszolgálat miatt is. Nagyon-nagyon fontosnak érzem megjegyezni azt, hogy ezek a kollégáink, akikre nagyon-nagyon büszkék vagyunk, nem csak a munkájukat végzik iszonyatos nagy hatékonysággal és nagyon nagy odaadással, de nagyon jól kaphatóak önkéntes feladatvállalásra, amit a közösségük érdekében tesznek. És ez adta a lehetőséget nekünk arra, hogy különböző észak-amerikai közösségszolgálati díjakra pályázzunk, és azokat elnyerjük, és ezáltal a fehérvári, székesfehérvári közösségnek ugye anyagi forrást teremtve kisebb közösségi változtatásokat tudjunk csinálni. Ilyen volt például a máig egyetlen magyar csapatként nyertünk díjat Észak-Amerikában, amely összeget gyakorlatilag az ökológiai lábnyom csökkentésére és a gyermekek erre való nevelésére fordítottuk. Ezt úgy tettük meg, hogy a Sóston található zöld tanya mellett egy akadálymentesített mosdót alakítottunk ki az alapítványi pénzből, de hogy még a polgármester úr is támogatta ezt az eseményt, hogy még nagyobb hatást tudjunk elérni a dolgozók saját szabadidejükben. Egy kis ilyen pergolát építettek oda, hogy tűzrakó legyen, hogy lehessen ott egy szendvicset megedni kényelmes környezetben, hogyha valaki túrázik a Sóston. És még számos óvodát, iskolát lehetne említeni, ahol különböző karbantartási feladatokat végeztünk a kollégákkal, illetőleg hát alapvetően az, hogy a támogatásokat az alapítványból ilyen célra is fordítja a vállalat, az meg tetten érhető, erről talán vezérigazgató úr is beszélt az elmúlt alkalommal. Szóval ezekre nagyon büszkék vagyunk, és ezzel is két elnöki díjat, meg ezt a közösségi szolgálat díjat is sikerült nem itthon Magyarországon, Észak-Amerikában megnyernünk. Tehát erre nagyon büszkék vagyunk a kollégáinkkal egyetemben. Ugye itt szó volt arról, hogy az alumíniumiparnak az ökológiai lábnyomát sikerült csökkenteni, ezért is kaptak ugye díjat. Hogyan kell ezt elképzelnünk egyébként? Mert én annyira tényleg laikus vagyok, hogy nem tudom, hogy hogyan lehet ezt. Nyilván ezt gondolom, hogy egy fejlődés eredménye volt. Környezetvédelem abszolút, tehát, és most meg is sértődött volna Horváth Tamás, hogy kiadjam a nevét, de ugye Tamás nagyon sokat tett azért, hogy a zajcsökkentés, nekünk volt egy nagyon brutális zajcsökkentési projektünk, ahol az egész gyár környezetre való zajterhelését 10 decibellel csökkentettük, de ez 1 milliárd forint körülbelül, ami, és egy sziszifuszi munka az összes tetőn lévő elszívó. És ebben van emberi tényező is, hogy a targoncás az úgy rakodjon, hogy ne zörögjön, tehát hogy nehéz. De megoldottuk, tehát jelen pillanatban minden környezetvéd zaj határérték előírásnak megfelelünk. És a másik nagyon komoly projektünk volt az egyes porta, teherporta építés. Régen a városon keresztül hurcibáltunk be 400 ezer tonna alapanyagot, és ugyanennyit ki, és egy közel 200 millió forintos beruházással az Alba ipari zóna felé nyitottunk egy új teherportát. Közvetlen kapcsolatunk van azon a teherportán keresztül az M7-essel, illetve használjuk a vasúti hálózatunkat, ami szintén nem a városon keresztül jön. Tehát ezekért a tevékenységekért azt hiszem Alicantéban, Spanyolországban kapott a Horváth Tamás csapata környezetvédelmi díjat, illetve az embereket nézve nekünk saját üzemorvosi rendelőnk van. Tehát, és ez közös a Hidróval, közös az Arkonikkal és az Alkoával. 4000 embernek végezzük el az egészségügyi vizsgálatát úgy, hogy a kollega bejön, és fél óra múlva végez. Most, hogyha ki kellene menni a városba, annak a napnak vége lenne. Tehát nyilvánvalóan ez gazdasági döntés is, de a kollégáknak is sokkal jobb, hogy itt helyben nézik, hogy minden egyes szertifikációja meglegyen, vizsgálata meglegyen, nagyon könnyen, fél óra alatt. És talán, ha annyi kiegészítést tehetünk, mert
Szerintem Ferinek két olyan projektre, ami messze megelőzte a korát, nagyon büszkének kell lenni. Az egyiket említette ő, azt az aszbeszthózus anyagok eltávolítását 10 évvel azt megelőzően, hogy egyáltalán ez rendelet lett Magyarországon. A másik ilyen, ami szintén a környezetvédelemmel kapcsolatos, hogy először ők, aztán a központi mérnökségen, aztán a keréktermék, aztán az összes gyáregység egy nagyságrendi 5 évvel azelőtt, mielőtt egyáltalán szó volt Magyarországon erről, az ISO 50001-es szabvány alapján, ami egy energetikai szabvány, ezt mi bevezettük, és hatékonnyá tettük a folyamatainkat. Tehát gyakorlatilag ez a szabvány arról szól, hogy a gyár vezetésének a támogatásával az összes mérnök, technikus és a gépkezelő kollégák is odafigyelnek arra, hogy abba a termékbe, amit mi gyártunk, abba csak annyi energia legyen beépítve, amennyi annak a terméknek a gyártásához feltétlenül szükséges. És ilyen projekteket hajtottunk végre, lehet mondani, hogy ezrével. Mérjük is ezt, hogy mennyi kilowatt óra áramot használunk el, hány köbméter vizet, gázt használunk el egy termék gyártásához. Itt megtörtünk egy paradigmát, az az igazság, mert 20-60-70%-okkal csökkentettük ezt a különböző energiahordozóknak a felhasználását, és ezáltal gyakorlatilag lokálisan az ökológiai lábnyomunk számottevően csökkent. És ahogy a Feri elmondta, a környezeti hatásunk, a zajcsökkentéssel, azzal, hogy a forgalmat kivezettük a városból, ezzel azért a kisebb, szűkebb pátriánk, a Köfém lakótelepért is azt gondolom, hogy a Köfém egészének nevében mondható, hogy sokat tettünk. Ugye elmondták már, meg én is kérdeztem, hogy mióta dolgoznak itt, és mennyien vannak, akik már nagyon régóta dolgoznak a cégnél. Mennyire könnyű, vagy mennyire nehéz megfelelő tehetséget találni, egy új munkaerőt találni önökhöz? Ha megengeded, akkor... Persze, abban a cipőben vagytok most. Abszolút. Hát ebben most van gyakorlatunk az elmúlt időszakban, mert hála a tehetséges munkatársainknak, ez a vállalat olyan mértékben fejlődik. Ahogy szoktuk mondani, a Köfém változó név, de állandó értékek és folyamatos fejlődés. És ahogy Feri elmondta, hány négyzetméter, 50 ezer négyzetméter új csarnokot építettünk, nyilván azért, hogy abba gépeket telepítsünk, folyamatosan fejlődik évről évre ez a vállalat, növekszik a létszáma is, tehát van ebben gyakorlatunk. Nyilván felállítottunk egy olyan kiválasztási rendszert, amelyik szűri azt, hogy elsősorban ezek a kollégák legyen meg az alapvető műszaki felkészültségük, de megfelelően illeszkedjenek ebbe a vállalati kultúrába, ahol keressük a jobbítás szándékát, ahol együttműködünk a csapatban, és amikor erre nincs lehetőség, akkor pedig figyelünk arra, nem tudunk ilyen merítést csinálni, akkor vannak a gyártásban úgynevezett mentor gépkezelőink, akik támogatják ezeket az embereket. Van egy hatalmas tréning központunk egyébként, ahova beérkeznek az emberek, és 2 hétig ők nem végeznek fizikai munkát, csak megtanulják az alaprendszereket, és nagyon-nagyon fontos, hogy integrálódnak a csapatban. És nyilvánvalóan meg kell feleljünk a mai kor követelményének is, és kell végezzünk hiánypótló képzést. És ezért is nagyon jó dolog az, hogy ez a város igazából mindig keresi az ilyen jellegű kitöréseket, hiszen Székesfehérváron rendelkezésre áll az Alba Innovár, akivel mi közösen elkezdtünk egy programot kiépíteni Laufer Tamásékkal közösen, amelyik gyakorlatilag a digitális felkészültség és érettség képzés, ami pedig segíti azt, hogy a nálunk meglevő modern technikákat egy olyan kolléga, aki nem ilyen környezetből érkezett, minél hamarabb komfortosan tudja használni az ott a felhalmozott tudást, és meg tudja szerezni azokat a dolgokat, ami őt
sikeressé teheti. Itt egyébként erre nagyon büszke vagyok, hogy a pilóta tevékenység az nálunk a Köfénben történt, itt a dolgozói digitális felkészítés program keretein belül, de ma már több ipari vállalat Székesfehérváron ezt a programot tudomásom szerint átvette. Most már lassan a műsoridőnk végén járunk, de azért még azt nagyon szeretném hallani, ezeket a fantasztikus számokat, hogy hány dolgozó van, aki mondjuk már 25 éve itt dolgozik ennél a cégnél, ha már jubileum kapcsán beszélgetünk, mert van egy 80 éves jubileum, de ugye van 25 éves például a keréktermékgyártás szempontjából. Az én esetem egyszerű, a keréktermékben 167 olyan kollégánk van, aki már több mint 20 éve dolgozik a vállalatnál, és most én is puskázni fogok itt a kis okosomból, és 24 olyan, aki már több mint 25 éve dolgozik. Ez úgy lehetséges, hogy ők a Köfénben kezdték a pályafutásukat, de érdekesnek találták azokat a munkapozíciókat, amik a keréktermékben megnyíltak, és ezért 1-2-3-4-5 éves munkatapasztalattal hozzánk átjelentkeztek, és rájuk is nagyon büszkék vagyunk. A központi szolgáltatásnál 53-an vannak a 150 főből, akik 20 pluszosok, de amire legbüszkébb vagyok az, hogy 14 fő 35 pluszos, és 4 fő pedig 40 pluszos. Illetve két kollégát szeretnék megemlíteni név szerint, a Szakasis Tibort és a Németh Zoltánt, akik tavaly 52 év munkaviszony után mentek el nyugdíjba, és most élvezik a nyugdíjas életet. És a lábnyomról csak annyit, hogy ugye Charles Martin Hall, az Alco alapítója, aki feltalálta az alumíniumot az 1800-as évek végén. Van egy olyan számunk, hogy az 1800-as évek vége óta gyártott alumíniumnak a 75%-a ma is használatban van. Tehát az 1870-es alaszkai aranyásolnak a teáskannája, az lehet, hogy most valamelyik felni be van benne. Tehát, hogy az alumínium az egyik, hanem a legjobban visszaforgatható anyag. A mi felnieink is alapvetően ugye az öntödéből, az arkoniktól kapjuk az alapanyagot, de az ő alapanyag portfóliókban is nagyon nagy hányad a megvásárolt hulladék, amit újra felhasználnak. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégeink voltak itt a stúdióban, és tényleg megismerhettük a 80 éves Köfémet másfajta szemszögből is, mint ahogy mondjuk a múlt héten tettük. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk. Mi köszönjük. Köszönjük szépen a meghívást. Kedves nézőink, a köztérben egy kicsit más szemszögből ismerhettük meg a Köfémet, amely már 80 éves múltra tekintett vissza itt Székesfehérváron. Köszönjük, hogy megnéztek bennünket, hogy velünk tartottak, viszontlátásra.